Na hello srácok, üdv újra mindenkinek a World of Warships-ben, ezúttal viszont a teszt szerveren vagyunk. Egy nagyon jó dolog, nem voltam még, nem is tudom, hogy voltam már eddig teszt szerver, vagy voltam már ezelőtt teszt szerver, én még nem voltam fenn soha, azt tudom. Úgyhogy egy pár szót elmondok róla, illetve linkelem majd, hogy hol lehet hozzáférni a dologhoz. És hát amit el tudok mondani róla egy első látásra, az az, hogy ami marha jó, hogy 1 XP minden modul, 1-2 XP minden modul, illetve nagyon olcsó lehet szintenként megkapni a hajókat, tier 7-ig 2000 XP, itt tier 7 vagy tier 8-nál már, ez a hiper például 4000 XP lesz a hajó, de hát nyilván ez egy nem egy nagy katasztrófa, 4000 XP az kb. 2 csata. Másik jó ér, hogy kapunk egy 15 skill pontos, tehát egy full skill pontos kapitányt, amivel gyakorlatilag kirakhatod az 5. szintig az összes skillt, amit szeretnél magadnak. Úgyhogy hát ezt nyilván kiválaszod, ahogy neked tetszik, ahogy úgy érzed, hogy rendben van, és hát én elindultam a német ágon, és most jelen pillanatban ott vagyok, ezen dolgozom. A York Tier 7-nél vagyok, és azt gondoltam, hogy ha már itt vagyok, akkor csinálok róla egy videót. Oké? Illetve ezen kívül, amik még vannak újdonságok, van egy új kameramód, amikor meghaltál a hajóval, akkor a hajóddal, akkor ilyen free kamera van most már, amivel gyakorlatilag odamész a térképen, ahova akarsz. Még nem próbáltam, mert még nem haltam meg a csatába, a csata végelőtt, még eddig minden csatában, amiben voltam, azt megnyertük, hála a jó égnek a csapattal. Voltam benne legelőször kóba, ugye amikor emberek, gyakorlatilag valós játékosok játszanak gépek ellen, és aztán most azóta randomba vagyok. Egyelőre rendben van minden, nem haltam meg. Illetve a harmadik nagy újdonság az a felszerelések. A felszereléseket átdolgozták teljesen. Tehát most, hogyha megnézitek, ide fel lehetett szerelni három dolgot, ami teljesen más, mint ami eddig volt. Itt ez a főfegyverzetnek a modifikációi, ami 20%-kal csökkenti az ágyúidnak a megsemmisülését, 50%-kal növeli a túlélési lehetőségét a fő ágyúidnak, hogy ez pontosan, mit gondolom, nehezebben sebződnek eleve. Aztán 20%-kal csökkenti a fegyverzetednek a javítás idejét, 20%-kal csökkenti a torpedó vetőcsöveknek a megsemmisítésének a lehetőségét, 50%-kal növeli a torpedó vetőcsöveknek a túlélés lehetőségét, illetve 20%-kal csökkenti a javítás idejét a torpedócsöveknek. Tehát ez például most már, ez a fő fegyverzet modifikáció, tehát mostantól nem csak ágyukra, vagy nem csak torpedókra külön-külön, hanem gyakorlatilag ami fő fegyverzeted lehet, arra minden hat. Aztán a kiegészítő fegyverzet modifikációk az a 100%-kal növeli a másodlagos ágyúidnak a túlélés lehetőségét, a túlélését. Gyanítom, hogy erősebb, nehezebben sebződnek eleve, illetve 100%-kal növeli a légvédelmi ágyúidnak a túlélhetőségét. Túlélési esélyeit. Nem is tudom pontosan, hogy fordítsam ezt le survivability. Na mindegy. A lényeg az, hogy nyilván, hogyha megnézed a másodlagos ágyúidat, akkor van 105 mm-es 4x2, és gyakorlatilag ugye ezekről beszélgetünk itt, illetve a légvédelmi ágyúidról, ami a Yorknál meglehetősen komoly egyébként, tehát elég komoly felszereltsége van. Ugye a másodlagos ágyúid mind működnek itt, ez a 4x2 darab, 105 mm-es, illetve azon kívül a dedikált, eleve légvédelemként használt ágyuk, 20 mm-esek, egycsövűek, dupla csövűek, négy csövű ágyuk, itt vannak valahol felszerelve, mindjárt nézzük, itt vannak, hagyjatok ezek azok. Úgyhogy tehát ez a komoly fegyverzet, ez nehezebben semmisül, mert gyakorlatilag ez jelenti ez a dolog. Na mindegy, illetve mi volt a harmadik? Ja igen, 70%-kal csökkenti, valamelyik hozzászól, valaki egy hozzászóló, egy feliratkozom, hozzászólt a múltkor, hogy mert hogy itt a World of Warships-ben is, hogy mennyire könnyen megsemmisül a lőszerekhez. Na mostantól kezdve nem, tehát itt van egy lehetőség erre ezt csökkenteni, 125 ezer kelétér, 70%-kal csökkenti a lőszerraktárnak a megsemmisülésének a lehetőségét, gyerekek. Ettől se kell többet szenvedni, hogyha akarjátok, ezt a modult felrakjátok, és ez mindig 70%-kal csökkenti. Tehát lényegesen kisebb esély van, hogy megsemmisüljön. Nyilván én tudom, hogy ezen kívül lehet zászlót is felrakni ilyet,
nem is tudom melyik az, de van egy olyan, itt van, pont rátaláltam, 100%-kal csökkenti, tehát magyarul nincs lehetőség arra, hogy megsemmisüljön a morek. Csak hát ez egy zászló. Ezt ki kell érdemelni, és hogy tudod kiérdemelni? Úgy, hogy megsemmisült az a morek, tehát a lőszerekeszed. Úgyhogy, tehát ez egy, ugye, vagy pedig megveszed ugye nyilván a shopban valós pénzért. Úgyhogy, plusz a másik dolog az az, hogy ez ugye folyamatosan használódik, tehát ez minden egyes csatába egy ilyen zászlót felraksz, a következő csatába ezt megint fel kell raknod, meg megint, úgyhogy ezt folyamatos utánpótlásra van szükséged. A modulhoz ezzel szemben nincs szükség, azt egyszer megveszed, felrakod, és akkor kész, akkor ez volt a választásod. Aztán a következő szinten van a célzás rendszer modifikációk, 7%-kal csökkenti a szórását az elsődleges ágyúidnak, 20%-kal növeli a torpedóvetőcsövek forgásának a sebességét, 5%-kal növeli a másodlagos ágyúidnak a lőtávolságát, illetve 5%-kal csökkenti a másodlagos ágyúidnak a szórását. Ez mit jelent? Magyarul, hogyha kijelölsz egy célpontot, eleve a másodlagos ágyúidnak is ugye ki tudsz jelölni vízi célpontot, akkor pontosabban lőnek, illetve messzebbre. Tehát a másodlagos ágyúmnak ezért 5,7 km a lőtávolsága, nem, azt hiszem, hogy alapból talán 5 lehet. De van rá, azt hiszem, hogy Commander skill-em is. Aztán a másodlagos, vagy a második választható lehetőség, ez az elsődleges fegyverzet modifikáció kettes, mert hogy ugye itt már van egy egyes, ezért van. Szóval kettes, 500 000 kreditér, azt tartalmaz, hogy 5%-kal növeli a töltés idejét az ágyúidnak, viszont 15%-kal csökkenti a tornyaidnak a forgási idejét. Tehát magyarul, hogyha én ezt felraknám, akkor az ágyúim nem 12 másodperc alatt töltenének, hanem 12 másodperc plusz 5%, ugye? Az mennyi? 1,2, 12,6 alatt töltenének, innentől kezdve, elméletileg, vagy valami ilyesmi. Illetve a forgási sebesség az lecsökkenne, hol talán a forgási sebesség, ott van, 30,5 másodpercről lecsökkenne 15%-kal, ami azért mennyi az? 3, 6, 7,5 másodperccel csökkenne, tehát magyarul lecsökkenne 23 másodpercre, ami azért jelentős. Tehát 7,5 másodpercet nyerni az durva. Cserébe azért egy kicsit lassabban töltenek az ágyúid mondjuk egy másodperccel. Úgyhogy egyébként lehet, hogy jobban járnék vele. Amit én választottam, ez ugye a célzás rendszer. Pontosabban lőjek, illetve a másodlagos ágyim hatékonyabbak, illetve messzebbre lőnek úgy szintén. Ezt megmondom őszintén, én azért választottam, hogyha disztrojerek vannak a közelben, akkor ki tudjam jelölni, és hatékonyan küzdjenek ellen a másodlagos 105 mm-es ágyú. 105 mm-es ágyú, az hatékony a disztrojerek ellen. Mese nincs, hát őnek is egy csomónak 105 mm-es ágyú van. Na mindegy. Szóval ez lenne a fő fegyverzet modifikáció, illetve a légvédelmi modifikáció, ugye szintén 500 000, mind a három modul 500 000, 20%-kal növelné, ami egyébként jelentős, nagyon jelentős, a légvédelmednek a lőtávolságát. Tehát ez az ágyú 2,4 km most. Nem tudom, hogy mennyi az alapértéke egyébként, megmondom őszintén, de azt hiszem, hogy erre van Commander skill-em. Minden esetre legalább plusz 4 tizedet még hozzáadna, az biztos. Mert szerintem egyébként 2 km alapból ezeknek a tűztávolsága, de már 20%-kal meg vannak növelve. Úgyhogy szerintem még egy extra 4 tizedet nyernék, tehát majdnem 3 km-re már ellőnének ezek az ágyuk. Ami ezek komoly, hogyha belegondolsz, a feléd közelítő, vagy akár a csapattársad felé közelítő légvédelmi ágyuknak a lőtávolsága, ez a sok sebzés per másodperc, az DPM, ez mind sokkal-sokkal előbb kezdene hatni. Úgyhogy plusz, hogyha ezt hozzáadod a defensive AFire-t, tehát a légvédelmi tűznek a hatékonyságát, ami szerintem plusz 100%-ot ad hozzá, az azért az borzalmas. Tehát az nagyon kemény. Úgyhogy ezt érdemes cruisereknek egyébként átgondolni, hogyha úgy érzed, hogy nem annyira fogsz torpedózni, nem annyira számít az a plusz 5% neked a másodlagos ágyúidon, vagy nem annyira számít a mínusz 7% a főfegyverzeteden a pontotlanság,
akkor, tehát hogyha az együtt tudsz élni, akkor, és úgy gondolod, hogy inkább támogató szerepet nyújtanál a csapatodnak, és kísérnél esetleg anyahajókat vagy csatahajókat, tehát sokkal inkább csapatjátékos akarsz lenni ilyen szempontból, akkor ez egy jó választás, én azt gondolom. Úgyhogy gyakorlatilag, amit most csináltak itt a játékban, az, hogy inkább ilyen választásokat adtak neked. Tehát sokkal több dolgot csinál egy modul, viszont teljesen mást. És így aztán gyakorlatilag egy kicsit jobban személyre szabhatod a hajódat, hogy mit szeretnél, milyen pozíciót szeretnél a hajóddal játszani, miben szeretnéd, hogy jobb legyen, hogy hatékonyabb legyen. A harmadik modul, ugyanez ezen a szinten, hetes szinten négy modul van. A harmadik modul, ez a Damage Control System Modification, ez a 300%-kal csökkenti a sebzését, illetve a esélyét a szivárgásnak. Elnézést, csak angolból át kell fejben fordítanom az egészet. Aztán a második az a motorodnak a sérülésének a lehetőségét csökkenti 20%-kal, illetve csökkenti a javításának az idejét 20%-kal, illetve ugyanez van a kormánylapátra, amit én választottam, én ezt választottam, őszintén megmondom, 20%-kal csökkenti a sérülésének a lehetőségét, illetve a javításának az idejét, és azért választottam ezt, mert ha megállok egy helyben, akkor az még nem biztos, hogy olyan rossz talán, hogyha olyan szögbe sikerült megállnom, ami elfogadható. Tehát nem annyira vagyok lőhető, mit tudom, egy HE-vel lőnek, nyilván tűz van, stb. Esetlegesen még lehet jó, hogyha jó szögbe vagyok, nehezebb, hogy megsérüljek. Viszont, hogyha megyek full sebességgel és megsérül a kormányom, miközben mondjuk fordulok totálisan balra vagy jobbra, akkor az azt jelenti, hogy körbe-körbe fog menni. Egyrészt nem fog tudni lőni semmire, mert annyira forog a hajóm, megy körbe-körbe, hogy az ágyúim nem fogják tudni követni. Másrészt meg állandóan a citadellámat fogom mutatni valakinek, mert körbe-körbe megyek. Mindig valaki elé oda fog fordulni, totál oda, aki oldalba tud lőni, úgyhogy összeesek azonnal. Úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy inkább lassuljak le, mint hogy körbe-körbe járkáljak mindenki előtt, aztán mindenkinek előbb-utóbb jó célpont leszek. Úgyhogy én ezért választottam ezt, nem biztos, hogy ez a jó választás. A negyedik modul, úgyhogy az egyik az a tűzoltás sebesség, illetve a visszivárgásból való helyreállásnak a sebességét csökkenti 15%-kal. Tehát 15%-kal gyorsabban oltott ki a tüzet magyarul, meg 15%-kal gyorsabban múlik el a vízszivárgás, ha nincs damage control. Tehát, hogyha folyamatosan szivárog be a víz, nem tudod megjavítani a hajódat, akkor 15 másodperc, vagy lehet, 15%-kal kevesebb ideig fog szivárogni be a víz. Gyakorlatilag ez azt jelenti. Aztán ez a hajtómű modifikáció, ez gyakorlatilag 50%-kal csökkenti azt az időt, ami alatt eléri a hajód a maximum sebességet, gyakorlatilag növeli a motor erejét, ahogy a hajót elindítod. Illetve, amit én választottam, 20%-kal csökkenthetjük a kormánylapát irányváltás sebességét, ami ugye nyilván a manőverezhetőségünket növeli 6,5 másodperc itt a Yorknál. Srácok, mivel sokat beszéltem, így most nem hasonlítom össze a hajót a többi térhetessel, hanem elmondom, amit tud, amit ti is láttok, illetve amit én gondolok róla, meg hát megnézzük csatába, hogy mi a sztori vele. Először is nem sok minden fejleszthetőség van rajta, tehát plusz egy test van, illetve plusz egy célzó rendszer, ami megnöveli 10%-kal a lőtávot 17,3 km-re. Ágyukról annyit, hogy négy tornyon kettő ágyú, elől-hátul kettő, mindegyik tud lőni totálisan előre, mert hogy ugye egymás fölött, illetve alatt helyezkednek el. Úgyhogy elméletileg minden irányban a hajó tökéletesen hatékony. Tehát, hogyha előre fele haladsz, valaki felé haladsz, akkor pont ugyanúgy négy ágyúval fogsz tudni tüzelni rá, mint hogyha valaki elől menekülsz, szintén négy ágyúval fogsz tudni tüzelni. Illetve hát mindannyian tudjuk, hogyha elfordulsz jobbra-balra valamilyen szögben, ugye az összes ágyúval fogsz tudni lőni. Na most, ahogy így elnézem, az ágyuk elhelyezkedése, illetve a tornyok elhelyezkedése miatt valószínűleg a hajó ettől függetlenül jobb előre fele menetben, mégpedig ezt azért gondolom, mert itt, ez mögött a torony mögött, itt van egy csomó hely. Az azt jelenti, hogy az ágyúidat valamilyen ilyen szögbe el tudod fordítani, és még mindig tudsz előre fele lőni. Tehát magyarul támadóbb a pozíciója az ágyúdnak, legalábbis ennek még mindenképpen. Ugye itt már ez ugyanez nem igaz, mert itt közel vannak egymáshoz a kettő, tehát magyarul
ez az ágyú körülbelül ilyen szögbe tud lőni, nagyjából ilyen 45 fokba tud lőni ez a torony. Viszont ez mindenképpen sokkal meredekebben tud előrefele tüzelni, ami azt jelenti, hogy előrefele haladva, sokkal inkább ilyen támadó pozícióba haladva, valószínűleg hatékonyabb a hajó. Hogyha ugyanezt akarod hátulról nézni, tehát valaki előmenekülsz és visszafele lősz, na most akkor ez látjátok, hogy az első két torony az marha közel van, illetve itt a fedélzeti dolgok is nagyon közel vannak ehhez a toronyhoz, úgyhogy nyilvánvalóan valamilyen ilyen szögbe, tehát szintén ilyen 45 fokos szögbe fogsz tudni hátrafele lőni, ha valaki elől mész el és hátrafele lősz. Tehát ilyen szempontból egy kicsit szerintem inkább támadó beállítottságú a tornyok elhelyezkedése. Emiatt az egy miatt, őszintén szólva. Tehát hat ágyúval fogsz tudni majdnem teljesen előrefele lőni, viszont négy ágyúval fogsz tudni csak hátrafele lőni. Úgyhogy ezt gondolom erről. 210 mm-es ágyúkról beszélünk, ami nyilván azt jelenti, hogy nem lehet probléma az, hogy átüssünk másik cruisereket, illetve szintén nem lehet probléma az, hogy HE-vel komoly sebzéseket okozzunk. Töltési idő az nem tűnik rossznak, ez a 15 már 12 másodperc, de ahogy mondtam, mivel most nem hasonlítom össze a többi hajóval, ezért nem tudom megmondani nektek most így hirtelen, hogy ez mennyire jó többihez viszonyítva. 12 másodperc, én azt gondolom, hogy nem tűnök olyan rossznak. Illetve ez a 12%, amivel tüzet okozol, ez sem rossz, ez sem hangzik rosszul. Ugye ez 8 ágyú esetében az mind a 8-nak van 12% esélye. Úgyhogy gyakorlatilag elméletileg minden egyes sorozattal akár gyújthatsz egy tüzet az ellenséges hajón. Úgyhogy a másodlagos ágyukról már ugye egy kicsit beszéltünk, amik szintén működnek, illetve ja, még hát nyilván 17,3 km-es lőtávot azért említsük meg, illetve a 900 méter per szekundumos lövedéksebességet, ami nem rossz, nem is túl jó, őszintén szólva. Tehát láttam alacsonyabb szinten ennél gyorsabbakat, 960, 940, stb. Úgyhogy tehát magyarul elég kell majd tartani az ágyuknak, illetve a hajóknak, illetve egy kicsit majd ívesebbek lesznek a lövedékeink, mint ezek a gyorsabb torkolati sebességű ágyuk esetében, de ettől függetlenül nyilvánvalóan meg fogjuk tudni oldani a dolgunkat. Szóval a 17,3 km-es tűztáv az nagyon jó, nyilvánvalóan, különösen, hogyha ezt összevetjük a 11,8-os detektálási távolságunkkal, akkor ez azt jelenti, hogy van egy extra 6 kilométerünk, amikor mi már lőhetjük az ellenfelet anélkül, hogy ők még egyáltalán detektáltak volna bennünket, ha csak nincs egy destroyer közelebb, ami detektálva tart bennünket. A torpedó 4x3 darab, tehát két oldalon van vetőcső, itt van 2x3, ha megnézitek, illetve a másik oldalon van 2x3. A hajó közepén helyezkedik el, most ez úgy néz ki, hogy ezek ugye itt valamennyire le vannak blokkolva fedélzet által, kivéve ez itt ez a hátsó. Tehát hát úgy gondolom, hogy hátulra könnyebben fogsz tudni lőni, ez miatt a két hátsó torpedóvetőcső miatt, tehát hátrafele könnyebb lesz a lövés, nagyobb szögű, míg előre egy kicsit, majd valószínűleg, de ezt majd meglátjuk úgyis csatában, valószínűleg egy kicsit nagyobb szögben fogsz tudni majd csak lőni, tehát nem annyira támadó beállítottságú ez az előső torpedóvetőcső pár. Viszont 6 km-es táv, ami nem rossz, ugye, és 64 csomós sebesség, ami szintén nem rossz, tehát mondhatjuk úgy, hogy gyors a torpedó, 13.700 sebzést tud okozni. A légvédelem nagyon jónak tűnik, különösen így, hogy van rá Commander Skill, illetve igen, ugye különösen, hogy még inkább jó lenne, ha ugye megvennénk rá a megfelelő modifikációt, de nem vettük meg a modult, ugye. Úgyhogy nekem abszolút, abszolút jónak tűnik. 32 csomós sebesség, ez mindenképp átlagos, tehát semmiképpen sem hiszem, hogy jó. Illetve a manőverezési képességei is átlagosnak tűnnek, de gyerekek, hát megnézem, mert oroszok vannak közel hozzájuk, amennyire én emlékszem, így a manőverezhetőségben, meg sok más dologban. Úgyhogy, hát légvédelemben mindenképpen erősebb, ugye sebesség pont ezt mondtam, hogy annyira nem, viszont sokkal fordulékonyabb, illetve modul nélkül, még, illetve modullal együtt még manőverezhetőbb is, a detektálási távolsága is kisebb, mint a Skorznak, amit írhetes orosz, de hát itt ugye nincs benne Commander, ami csökkenteni
a detektálási távolságot, illetve nincs benne commander, ami növeli a hatékonyságát ezeknek az ágyúknak. Bár ez a 12,7 mm-es ágyú 1,2 km-es hatótával az annyira azért nem kecsegtető. Ez nem rossz, az 3,5 viszont. Szóval a Skorshoz viszonyítva lassabb, de manőverezhetőbb hajónak tűnik, illetve Skorsznak a teljes tűztávolsága 10,8 lesz, tehát egy kicsit közelebb, meg hát teljesen más fegyverzet, itt 152 mm-es ágyukkal van szerelve a hajó. Aztán akkor, ha már így belekezdtünk, akkor azért nézzünk bele a Japánba is. Ugye Miyoko, amiről már csináltam nektek videót, hát sokkal több fejlesztési lehetőséggel. Tehát a C-testtel a Miyoko 203 mm-es ágyukkal van 10-zel szerelve, ami egyet több, viszont teljesen más toronyelosztással, ugye, ha megnézitek. 10 km-es torpedó, de csak 59 csomó sebesség, amíg lesz le nem cseréled egy 62 csomó sebességű 10 km-esre. Ami viszont 82 másodperc alatt tölt újra, az elég komoly. Viszont hát jónak tűnnek ettől függetlenül statok nyilván. Viszont kevesebb betöltsővel. A légvédelem itt nem tűnik annyira lenyűgözőnek ebben az esetben. Így már egy kicsit jobb. Így sincs olyan magas értéke, mint a Yorknak az a helyzet. De hát ugye előfordult, hogy itt is ugye a commander skilleknek a hiánya az ugye jelentkezik. Illetve a sebesség itt is nagyobb, a fordulókör is nagyobb. A egyelőre ugye a commander skillek nélkül, meg modifikációk nélkül, modulok nélkül a kormányváltás sebesség is nagyobb, de azt gondolom, hogy ez valószínűleg lecsökkenne. 13,7 km-es detektálási távolság is nagyobb, de ez is commander skill-el lecsökkenthető lenne. 15,6 km a tűztávolság, amivel viszont semmit nem tudunk kezdeni, tehát magyarul sokkal-sokkal közelebb kell, hogy menjen a hajó ahhoz, hogy hatékonyan harcolni tudjon. USA, Pepsi Cola. Valamiért lassan történnek a dolgok itt. Kicsit, mint ha ilyen nyögvenyelős lenne a dolog. Egész pontosan nem történik semmi. Most már igen, szupi. Szóval, Pensacola 203 mm-es ágyukkal már, amik fejleszthetőek. Ha a hajótestet felszereljük, a fejlesztett hajótestet, először is a 210 mm-es ágyuk. De sok van neki, azt a mindenit. Ez fura, hogy itt csak két cső van, figyeljétek. Gondolom ezt, illetve 200, nem, 203 mm-es ágyuk, elnézést. Itt csak két cső van, a többin meg három mindegyiken. Ja nem, itt is kettő van. Aha, 5 ágyú előre, 5 ágyú hátra. Tehát gyakorlatilag 10 ágyú van a hajom. Korrekt, kettővel több, mint a Yorkon, ami ugye jó hír. 203 mm-es ágyuk csak. Illetve más típusúak is, ha megnézed. Ez majd egy érdekes hajó lesz, ha ide érünk. Légvédelem 46 pont, ugye mindenféle kapitány modifikáció nélkül, viszont nagyon jó kis hatótávval, illetve ugye nyilván a másodlagos ágyuk, 120 mm-es ágyuk dolgoznak majd itt is. Sebesség egy nagyon kicsivel gyorsabb, fordulókör manőverezhetőség nagyon hasonlít így első ránézésre a Yorkhoz, viszont a detektálási távolság lényegesen nagyobb, ezt commander skillekkel se tudnám levinni olyan alacsonyra, teljesen biztos vagyok. Alapból 14,2 km a lőtáv, ezt fel lehet fejleszteni 15,7-re, tehát őnek is jóval-jóval közelebb kell menni. És hogyha ezt összerakod azzal, hogy a detektálási távolság is alapból 15,7, ez azt jelenti, hogy amikor észreveszik, akkor tud ő lőni gyakorlatilag. Úgyhogy ilyen szempontból ugye a német marha nagy előnyben van, és hát reméljük, hogy ezt majd később is megtartja. Tehát sokkal messzebb lő, mint ahonnan látható. Illetve marha erős a légvédelme, legalábbis nagyon annak tűnik. Na, srácok, szerintem az elméletből ennyi elég volt. Nagyjából összehasonlítottuk őket a teljesség igénye nélkül. Mondtam az elején, hogy nem is annyira akartam alapvetően összehasonlítani. Bent találkozunk a csatákban. Na srácok, csata elkezdődött. Azt mondja, hogy töltsünk be armor piercinget, 32600 HP megvan, ezt meg sem néztem, egyébként összesen hasonlítottam. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hajó van mindkét oldalom.
köszöntek oroszul, nem annyira beszélek oroszul. Tanultam iskolába ezelőtt 142 évvel, de már nem emlékszek nagyon semmire. Na mindegy, elmegyünk ide a bázisra először is, és ide a C pontba elfoglalni. Megyünk oda egy páran, úgyhogy nem lesz lassú a dolog. És utána szerintem elmegyek D felé, a D pont felé úgy értem. Azt mondja, hogy North Carolina, tier 8-as mind a két oldalon, aztán egy Hipper, meg egy Chapaev, tier 8-as, nálunk egy York, náluk egy York. Scores, Cleveland Scores ugye tier 7, Nürnberg, Auba, Budani. Hát ők egy tier előnyben vannak itt. Tehát náluk egy Scores van, illetve náluk egy Cleveland, náluk egy Scores. Mindegy, meglátjuk, mire jó vagy nem jó ez így. Torpedók betöltöttek. Na, tehát nem olyan rossz az a szög, amilyen szögbe előre fele tudunk lőni, igaz? Hátrafele ugyanaz. Akkor jó. Akkor halleluja. Visszaváltottam nyilván az ágyú nézetbe. Elfoglaltuk a pontot, úgyhogy kaptunk érte egy kis bónuszt, majd a játék végén nyilván ez látszik. Cleveland. Igazából jobb fegyverzete, illetve jobb, nem fegyverzete, de páncélzata mindenképp jobban, mint nekem. Ugye a németek, illetve az oroszok semmiképp sem arról híresek, hogy milyen jó páncéljuk van. A helyzet az, hogy nem akarok nagyon előre menni. Ugye nekem nagy a lőtávom, úgyhogy nekem jó, hogyha nem vagyok annyira elő. De nem látok senkit, hogy ide közeledne. Ő fellőtte a repülőjét, a detekt állókáját. Fellövöm én is. Mert hogy miért ne? Itt van North Carolina, itt van, úgyhogy átváltom HR-re. Sem, Budani. Akkor meg visszaváltok. Ez a tier 8, igaz? Ó, jaj. Lehet, hogy hamar megnézzük a szabad kamera állásokat, gyerekek. Nagyon-nagyon valószínű, hogy hamar megnézzük a szabad kamera állást most. Azt a mindenit. Ez durva lesz. Gyakorlatilag rommá lőttek. Az történt itt, meg az történt, hogy annyian vannak ott itt, hogy az valami borzalmas. Eltalálom legalább, az legalább találja meg ezt a szerencsétlen. De menj már innen, Pubi. Nincs elég bajom még elém áll. Mert ugye nem tudott volna elkanyarodni a nyomorult North Carolinájával. Nyilván próbálok olyan rossz célpontot adni nekik, amilyen rossz, hogy csak tudok. Ó, Nürnberg elkezdett menni elő. Nagyon jó, megjutottak megint. Így. Hú, de rosszul lőttem, azt a mindenit. Kéne húznom, attól tartok. Ezt a North Carolina-t szeretném meglőni nagyon, de nem nagyon hiszem, hogy fog sikerülni. Azt látjátok, mekkora ívbe megy a lövedék?
Ezt mondtam. Lassúak a lövedékek, úgyhogy odaér, csak egy negyed év alatt. Szóval most jó messze vagyok mindenkitől. Ami nagyon jó, mert nagyon nem volt jó az a szitu, amibe kerültem hirtelen. Viszont a csapattársaink meg körbeértek közbe, és lemészároltak 4 hajót, illetve hát itt egyet ugye mi megöltünk az elején egyből. Szóval hála Istennek azért jól alakult itt nekünk. Mindattól függetlenül, hogy én belekerültem a kicsit a trágyába. Kicsit kiégett a jármű. Nem detektál éppen semmi, nem lát senki sehonnan semmit, semennyire. És nem tudom, hol van a North Carolina. Ja, bement a sziget mögé. Az ő North Carolina-ról beszélek nyilvánvalóan. Arra nőr meg leöltnék, de annyira messze vagy, nem érdekel. Igazából. Ott a North Carolina. Na nézzük, erre felé halad. Aha. Azonnal detektáltak. 18,1 km-re nő meg a detektálási távolságom, ha használom az ágyaimat, ezeket a 210 mm-es ágyukat. Hopp, hopp, hopp. Nagyon jó. Egy tűz. Illetve nagyon szépen 5 találat volt, úgyhogy az szerintem elég jó. 14 km-re van a hajó, ami nem rossz. Szépen a közepét tudjuk lőni. Nyilván nem sok mindent tud tenni ellene. Hopp. Marha gyors azért. Próbálok kicsit az elejére lőni, hogy hát ott is meg tudom gyújtani, tudjátok? De egyelőre most nem az a helyzet, hogy meg tudom gyújtani. Egyelőre se tudom találni, úgy néz ki. Hoppá! Ő kész. Jó, akkor vele nem kell foglalkozni, akkor lehet őt lőni. Én tehát meg kell két sziget közt, mert miért ne, igaz? Ja, ez most az összes hajálövedékem, ugye? Abszolút nem találtam el a Yorkot, egy kicsit se. Nem az, hogy majdnem, hanem semennyire. Nem baj, majd most se. Szóval, én messze kéne elélőnöm, azt kéne kitalálnom, igaz? Úgy néz ki, egyébként tudja, mit csinál. Nem hülye, abszolút. Ugyanaz a hajó, nagyjából ugyanannyi HP, 1000-re több HP-je van, mint nekem. Pont ugyanúgy nem talál el, ahogy én őt, ahogy elnézem. Tök jó. Így el leszünk egy darabig. Mondjuk ez így most nekem egy kicsit könnyít a szitun, hogy... hogy neki megy épp a határnak, de ahogy elnézem, ettől függetlenül nem sikerült eltalálni. Ó. Oh. Összegyűjtöttük a pontot. Nem rossz, 192.883, 3230 XP, ez 162 free XP, két citadella találatra, nem is emlékszem, föl se tűnt. 34 talált egy első hajó. Bázisvédő, illetve
bázis foglalópontok, 37 ezer sebzés, ami mondjuk nem egy nagy karrier, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy fele csapat van, ugye mind a két oldalon, illetve figyelembe vesszük azt, hogy azzal kezdtem, hogy neki mentem a szigetnek, akkor ez így annyira már nem is olyan rossz. North Carolina. Ja, hogy ez a saját. Oké. Csapatnak okoztam sebzést, amikor ugye neki mentünk egymásnak. Egyébként a másik North Carolina 18.500-at sikerült, illetve ennek a Yorknak 15.730-at. Akkor elég sok kárt okoztam neki korábban. Akkor valószínűleg ő kapta a citadellákat tőlem. Nürnbergnek semmit, illetve kicsit ennek a Budyonninek. Szupi. XP kredit 106.000 prémium számlával, illetve jelen a prémium számlával 3200 XP. Igen, amit nem említettem még a test szerverről, az ugye érdemes megnézni, hogy van némi pénzünk, meg van némi aranyunk, tehát dublonunk, amiből aztán bőven, nyugodtan, folyamatosan tudjátok képezni a commandereteket, illetve bármit meg tudtok venni, gyakorlatilag van 997 millióm még mindig. Úgyhogy az azért az elég lesz szerintem. Meg ez a 28 ezer arany, 500-ba kerül egy commandernek a teljes átkezése, úgyhogy gyakorlatilag addig vagyok itt a testszerverem, ameddig akarok. Tutira lesz elég pénzem a commanderek, illetve a felszerelések áthelyezésére folyamatosan. Na, akkor nézzünk meg még egy csatát, hát ha egy kicsit erősebbre sikerül majd. És hát azzal ugye meg is lesz a 4000 XP-nk, amivel majd kiállokolhatjuk a következő hajót, ami már nem is tudom, hogy micsoda. Ó, Hipper, Admiral Hipper. Úgyhogy bent csatába találkozunk megint, srácok. Na, itt vagyunk, srácok. Szintén egy kicsi csata. Szintén North Carolina, Amagi. Itt most van anyahajó, amit majd hát reméljük tesztelhetjük a légvédelmünket rajtuk. Nagato Coroládót, még két tírhetes csatahajó. Pensacola, York, York Scores, Budoni, Tashkent, Tashkent, Mutsuki. Most nekünk van egy kis erőnyünk, úgy nézem. No mindegy, hajrá! A Trapped című térképen vagyunk, 3 pont, azt látjátok középen, nem tudom merre menjek, abszolút fogalmam nincs, szerintem elmegyek a C felé. Arra vannak a többiek is, ahogy elnézem. Illetve itt van az anyahajónk, amit egyébként jól lenne védeni. Úgyhogy ha látok majd repülőket közeledni, és látom, hogy merre mennek, akkor tudja, hogy oda megyek. És tudja, hogy lelöböm a felét. Tehát nyilván nekem az tök jó, hogyha tudom itt támogatni a anyahajómat, meg hát a többi, például North Carolina-t. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt maradok közelben, kis eszkortot adok nekik, és meglátjuk, egyelőre itt maradok köztük, úgyis ellők jó messzire, úgyhogy nincs probléma, keine pánik. Úgyhogy megtehetem azt, hogy itt hátrébb maradok egy kicsit, meg hát nem baj, hogyha a North Carolina-t látják először, és őre kezdenek el tüzet nyitni, aztán majd utána én becsatlakozok az őrületes harcba. Egyelőre jó, hogy nekem így elnavigálni köztük. Szuper Budoni megérkezett, elkezdtek füstölni a kémények, úgyhogy magyarul mennek a motorok most már. Halleluja, és fiam, örülök, hogy te is megjöttél. Nyilván egyébként nincs ez semmi baj. Van egy csomó ember, akinek nincs annyira jó számítógépe, és mire betöltik a csatákat, az idő nekik egy kicsit több, mint nyilván azoknak, akiknek kicsit többre jutott ilyen szempontból. Na nézzük, mi a helyzet. Repülők. Őrájuk nyilván nem lövöm fel a defensív AA fire-t, mert nem érdekel annyira. Viszont nyilván lelőni le tudom őket, semmi probléma. North Carolina is lő rájuk elég durván. Én nem is lőttem rá szerintem, vagy én nem tudom, hogy én is rálőttem meg, gyanítom, hogy igen. De hogy a North Carolina lőtte meg ez a Budoni, mint a húzat, az teljesen biztos. Úgyhogy egy vadász quad az totálisan összeesett az ellenfél anyahajójáról. Ott egy másik. Nyilván, hogy próbálja megtalálni a... Hopp! Torpedó. Van itt valaki, valami, valahol, ott egy ork.
egy ellenséges ork. Így. És most defensív fire. Úgy. Hopp, egy citadella közben. Azt figyeljétek, ezt a torpedó hullámot, ami jön ide. Nyilván elkanyarodunk előle. Most nyilván kilőttem az összes dolgomat, illetve most lövem fel a repülőmet, hogy ezt a Mutsukit segítsen detektálni, mert ő azért ugye tud kilőni szépen dolgokat, ami nem túl jó. Hopp, Mutsuki, remélem eltalálom. Ú, de jó lenne. Elbizony, egy kritikus motor, ha jól látom. Miért érzem úgy, hogy nem örül most ő annyira? York. Megint eltaláltam, megint egy kritikus valami. Ő nincs jól most, ez a Mutsuki. Colorado meg remélem nem talál engem. Az nagyon rosszul esne. Nagyon-nagyon szeretném kivégezni ezt a Mutsukit, tehát ez a 2000 HP-val nagyon... megint most meg a kormánylapát. Nagyon-nagyon szeretném, ha nem tudnám. Viszont közben megjavított a motort, az kétségtelen. Colorado-ra szerintem ki fogok lőni torpedót, az a helyzet. Meg kell várnom, amíg ez a csatahajó itt elmegy. Hopp, torpedó találat. Három. Meg én is kaptam egyet. Remek. Na, akkor ő begyűjtött, amit be kellett. Most remélem, hogy armor piercinggel ezt a Yorkot még meg tudom kínálni, ahogy kell. Nem annyira sikerült, nem baj. Az a baj, hogy neki is van torpedó, és az a South Carolina az nagyon nagy trágyába ül. Most szerintem. Ő meg nagyon rossz szögben áll nekem. Ezt vártam, hogy kicsit elforduljon. Ő kész. Ő kész.
Hát sajnálom, hogy a North Carolina-t nem tudtam megmenteni. A torpedókat láttátok akkor itt most gyakorlatilag, hogy mit lehet vele ügyesíteni, hogyha megfelelő távolságú vagytok, illetve megfelelő sebesség, meg megfelelő szög, meg mit tudom én. Az első sorozatot ugye sikerült elkerülni, a másodikat már nem annyira. Úgyhogy, hát kár, hogy a North Carolina-t nem tudtam. Van itt egy destroyerük, biztos, hogy van, mert hogy detektál vagyok. Illetve megjött az időjárás, a ciklon, ami 8 kilométerrel leredukál minden látótávolságot. Itt van előttem. Na ez probléma. És még csak el se találtam, ez remek. Ó, itt van. Ő nem tudom, hogy ő neki miért terve. Hogy hogyan gondolja, hogy... Hogy gondolja, hogy... Hogy neki állt üzelni azzal a hajóval egy cruiserre. De hát nekem jó, hogy... Destroyerre, gyerekek. Hát, ha lehetőségetek van, ezt ne csináljátok. Hát most ennek mi értelme volt? Tök békésen nyugodtan elmetett volna itt a saját kis füstje mögött. De nem ment. Hát akkor nem tudok veled mit kezdeni, kis barátom. Nem tudom, hol vannak ezek. Aztán most megint fölgyújtottak, hála jó égnek. Lőjük le őket. Defensive A-Fire még mindig működik. Jaj. Így. Amit lehetett megtettünk, igaz? Tűz elótva. Csákány. Egy 12 lepülőt lepuffogtattunk. Nem vészes, igaz? És ott valahol nyilván itt kell legyen az anyahajójuk. Hátul. Úgyhogy most csak annyi dolgom, vagy elnavigálok arra. Nyilván azért kergetett engem, mert én voltam hozzá a legközelebb. Én voltam neki a legegyszerűbb célpont, stb. Lövik a fellőtt repülőmet. Nem baj. Nem baj, én meglövöm őt. Őnek ez rosszabb lesz. És ő neki megint, ez megint bebukik ez a squadja szerintem. Öcs, kész. 14 repülő elúszott eddig. Na szóval, ilyen a York, srácok. 210 mm-es ágyú volt, tehát ahogy mondtam, hogy a citadellát simán lehet lőni, nyilván megfelelő szögbe kell, hogy álljanak ehhez a hajóik. Illetve hát láttátok a torpedónak a hatékonyságát, sebességét, távolságát, stb. Mindent, amit lehetett. Azt ugye láttátok. Illetve láttátok a légvédelemnek a hatékonyságát is. Ami szintén nem piskóta, azt gondolom. Most próbálok úgy manőverezgetni, amennyire tudok, hogy még össze pár darab repülőt. Nézzétek csak, hogy kergeti a squadjainkat. Ugye most a mi anyahajónk is oda küldött egy fighter squadot. Tök bírom egyébként nézni ezeket, tök jó egyébként. És hát most ők próbálnak együtt harcolni, illetve nyilván egymás ellen, de úgy néz ki, hogy a mi anyahajónknak a squadja marad alul. Hopp, 5 kilométerrel egyet lepuffantottunk. Úgyhogy így ez egy kis support neki, de nem sok sajnos. Hát az a helyzet, hogy ezzel azért messzire nem megyünk. Még 55 másodperc, amíg a defensive A-fire újra visszatér, ami azért még sok, de megpróbálom kergetni az ellenfélnek a repülőit, hogy ne legyen neki olyan jó. Hopp, egyet megint lepuffantottunk. És most hát megyek már az anyahajó felé. Tehát most ő is már arra megy vissza, tehát próbálja ugye a többi bombázót, meg vadászt
megfogni. Ugye az anyahajónak rengeteg vadász van, nézzétek meg, még van három vadász kvadja. Nagyon más nincs is neki. De hát pont számba beértünk. Nem baj, azért lelőttünk egy csomó dolgot. 337 ezer kredit, 3447 XP, 173 XP. Ahogy láttátok, olyan nagy csodákat nem kellett tennünk. Egy-két torpedó talált, egy-két 34 lövés, egy citadella, egy kis bázisfoglalás, egy kis repülő lepufogtatás, stb. És simán ott vagyunk elő. Úgyhogy... Igen, erről beszéltem, North Carolina ott az elején lelőtt egy rakás repülőt. Úgyhogy jó volt. 23 ezer sebzési jóknak, Mutsukinak, Coloradonak 30 ezer, az 56 ezer, több mint 50%-et elvittük, 56 ezer HP-ja van kb. Azt hiszem. Úgyhogy nem volt nehéz egyáltalán. Tehát egy rakás pénzt kerestünk, 242 ezeret prémium számlával, de prémium számlának is kerestünk van 146 ezeret. Úgyhogy srácok, ennyit a Yorkról. Én azt gondolom, hogy tök jó kis hajó. Tehát abszolút használható. A torpedó, ahogy látjátok, bizonyos szituációkban nagyon-nagyon jó. De hát ez ugye kell, hogy közel legyen, viszonylagosan közel, 60 km, ami azért elfogadható szerintem. A 64 csomó sebesség szintén elfogadható, tehát az azért azt jelenti, hogy elég hamar oda fog érni, nem 59, meg nem 57, meg ilyesmi sebességek, hanem azért ez egy korrekt kis sebesség, nem a leggyorsabb, de azért én azt gondolom, hogy megfelelő. És abszolút jó, szerintem ágyuk jók, el lehet vele találni az ellenfelet nyilván. Úgyhogy a légvédelemben meg abszolút megbírod, az gyakorlatilag az lenyűgöző. Azt hogy mondjam, kezelhetőség, manőverezhetőség teljesen elfogadható, illetve ez a nagyon nagy lőtáv, a nagyon alacsony detektálási távolsághoz képest, ez marha jó szerintem, ez egy nagyon jó dolog. És hát gyakorlatilag most már csak annyi dolgom, majd kifejlesztem a hippet, megveszem ebből a kevés pénzből, ami még van, és akkor elkezdem azt is játszani. Úgyhogy gyanítom, hogy várhatjátok a következő videókat, srácok. Most megpróbálom kihasználni ezt a testszervert, és amennyi videót csak tudok csinálni a hajókról, azt meg fogom csinálni, és akkor utána nyilván szép lassan feltöltögetem majd nektek. Örülök, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett a videó, ha igen, ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára, ha még nem tettétek meg. Legközelebb ugyanitt találkozunk, vagy bármelyik másik videóban. Sziasztok!